Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Találtam egy videót, ami úgy gondolom, hogy érdekes lesz, illetve vicces sokak számára, akiknek a humorérzékük az kellőképpen fejlett. Ez női pletykáról szól a videó, és aztán szeretnék megmutatni egy tanulmányt, ami Ausztráliában készült, és szintén hasonló témában a munkahelyen zajló különböző pletykákról, áskálódásokról, intrikákról. Sok újdonságot nem hiszem, hogy megtudunk belőle, azt gondolom, hogy érdekfeszítő mindenképpen. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. A tanulmány címe munkahelyi mobbing. Ez a mobbing, ez egyfajta nyáj hatás, de mobnak hívják ezt a maffia jellegű viselkedést is, amikor emberek egy csoportja terrorizál egy másik csoportot, csoportokat, vagy akár egyéneket. A kifejezés az angol mob, gulya, nyáj, tömeg, csorda szóból származik. A teljes tanulmány pedig munkahelyi mobbing vagy csorda hatás tapasztalatok a közszférában. Az absztrakt a következőképpen szól, ez az írás a munkahelyi mobbing vagy csorda hatás kontraproduktív viselkedését tárgyalja, amikor a pletykák, a különböző célozgatások, rosszindulatú vádaskodások tisztességtelenül célba veszik és lejáratják a megcélzott munkavállalókat. A téma egy ausztrál tanulmányon alapszik, amely a közszféra olyan alkalmazottairól szól, akik magukat a munkahelyi mobbing célpontjaként azonosították. Ez a viselkedés jellemzően burkolt és néha a vezetés által kezdeményezett és fenntartott. A munkahelyi mobbing viselkedést úgy írják le, mint csoportos pszichológiai zaklatás, ahol a viselkedés a következőket foglalja magában, egyfajta összefogás valaki ellen vagy mások pszichológiai terrorizálása a munkahelyen. Feltételezem, hogy mindenki tapasztalta ezt, vagy legalábbis hallott erről a jelenségről. Jellemzően a mobbing viselkedés formák közé tartozó pletykák, célozgatások, rejtett formái, melyek a megcélzott munkatársak lejáratására és démonizálására szolgálnak, amíg azok arra nem kényszerülnek, hogy elhagyják munkahelyüket. A célszemély munkahelyről való kiutasítása a mobbing viselkedés kritikus szakasza, és gyakran eredményezi ezt a viselkedés. Hosszú távú pszichológiai károsodáshoz, poszttraumás stressz zavarhoz, a munkahely elvesztéséhez, társadalmi kirekesztődéshez és néha öngyilkossági és gyilkossági reakciókhoz is vezethet. A tanulmány azt mutatja, hogy a nők különösen ki vannak téve annak a veszélynek, hogy elkövetővé vagy célponttá váljanak, különösen akkor, amikor nők által dominánt szervezetekről van szó. Megmutatok egy bibliai idézetet, mert ez talán az egyik legismertebb és a legfontosabb szakaszt vezeti be. Mózes 3-as könyve 19-16. Ne járj rágalmazóként a te néped között. Rágalmazó, ez pletykát jelent ez esetben a héber kifejezés. Az pletykát, vagy pedig rágalmat jelent. Tehát ne pletykálkodjál a másikról, és ne rágalmazd azt az embert. A néped között ne támadj fel a fele barátodnak vére ellen, ne támadj fel az ő életére, én vagyok Jahua, mondja. Ne gyűlöld a te atyád fiád szívedben, fedd meg a te fele barátodat nyilván, hogy ne viseljed az ő bűnének terhét, bosszúálló ne légy, haragot ne tarts a te néped fiaid ellen, hanem szeresd fele barátodat, mint magadat. És mindez természetesen az igaz ítéletből eredezik, azonban a felvezetésben ott van az, hogy ne járj rágalmazóként a te néped fiai között. Ez a rágalmazó pedig pletykálkodó. És tisztában van az atya azzal, hogy ez egy igen elterjedt fegyver az emberek kezében, különösen ha nőkről van szó. Ha már itt tartunk, ez példabeszédek 11-es fejezet 13, a rágalmazó, és ez ugyanúgy pletykálkodó vagy rágalmazó, az megjelenti a titkot, azaz felfedi a másiknak a titkát. És nem arról van szó, hogy valaki gyilkosságot követel, én meg azt elárulom. Nyilván, hogyha bűnesetről van szó, akkor az ember megteszi a megfelelő lépéseket.
És azt nem mondhatjuk, hogy ó, ez nem titok, akkor miért titkolózik, stb. Mindenkinek vannak titkai, amiket nem szeretne, hogy mások megtudjanak. És azok, akik ezeket elfecsegik, meg továbbadják, azok közvetlenül, vagy közvetve, de rontják annak az embernek a hírnevét, illetve az esélyeit a világban, akiről beszélnek, gyakran szánt szándékkal. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm!